Hát aki próbált már sajtótájékoztatót tartani, az tudja azt, hogy amikor egy sajtótájékoztatón több tévé van kint, a napilapok vannak kint, akkor ott valami van. Mert egyébként vagy kaviáros szendvicsnek kell lenni, de akkor sem ugye a médiának az elitje jön ki. Tehát akkor láttam azt, hogy ez a téma bizony nagyon benne van a levegőben. És számomra gyakorlatilag egy hét után derült ki, hogy amit itt Lajos mondott, ez a hátrafelé lövés, amikor ugye magamra engedem a másikat néhány méterre, és utána hideg fejjel a sisakrostélyon belövök. Gyakorlatilag Albert ugyanezt tette ma. Tudnélik, általában a magyaroktól megszokták azt, hogyha valahol valamilyen módon őket átverik, akkor vagy autót borogat, vagy pedig alamizsnáért könyörög. Egy dolgot nem szoktak meg tőlünk, hogy szépen hideg fejjel bal oldalt az ügyvédem, jobb oldalt a könyvelőm, és megnézem azt, hogy akkor mi a helyzet. Albert számomra ezt a fajta nézőpontot hozta ebbe az egész egyébként érzelmileg átitatott kérdésbe, és úgy gondolom, hogy amiről ma beszélni fog, talán az is ki fog derülni, hogy minket, magyarokat valamiért, idézőjelbe teszem, sokkal jobban átvertek ebben a dologban, mint itt a környező országokban bárkit is. Tehát ez jobb, hogyha elfogadjuk, hogy mi rendes rút kiskacsásat kaptunk, amiért mi érdemünk így van. És nagyon bízom benne, hogy akkor átlátjátok majd ti is azt, hogy mi a helyzet, és hogy milyen lépések várhatóak. Lehet, hogy nem holnap, de valamikor a közeljövőben. Akkor átadom a szót, és ezt a két széket akkor le is hiszem, hogy legyen helyet. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, a jelenlétet. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert két ilyen jó előadás után nekiállni és valami újat és frisset mondani és szépet mondani, különösen biztatót mondani, ez egyáltalán nem könnyű. De hagyd mondjak mindjárt a legelején egy nagyon biztatót. Azt hiszem, minden ember életében van nagyon nehéz pillanat. Hát nagyon sok embernek pontosan a devizahitele nagyon nehéz pillanat. Én nekem korábban 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen pillanatom. Nagyon egyébként tényleg nehéz helyzetben voltam, amikor a párom fölállt és közölte, hogy elmegy. Ennek az eredménye az volt, hogy 10 kilót lefogytam, én ezt a súlyomat tartom kb. 30 éve hozzávetőlegesen. 10 kilót lefogytam, lötyögött a ruhám, szaladtam orvoshoz, és azt se tudtam, hogy mit csináljak, mert most már tényleg valamit kell csinálni. Mondták, egészséges vagy, itt az agyaddal van a baj, ott kell helyre rakni magadat. Mit csinálják? Hát azt mondja, lipótmező. Befeküdni altatunk, és utána egyenesbe jössz, talán akkor rendben lesz. Na, mondtam, ezt köszönöm, nem. Két dolgot csináltam, és ezt most nagyon őszintén mondom. Elmentem a Domján Laci tanfolyamára, akkor már ismétlő tanfolyamára, ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor annyira megfogadtam, hogy agykontrollozok, hogy azóta minden reggel agykontrollozok. És ezt komolyan mondom. A második, ugye nem Kassai úrhoz mentem lovagolni, de elmentem egy 7-es lovas túrára, úgy, hogy délelőtt 3 órát lovagoltam, és délután 3 órát. A kettő között megpróbáltam összeszedni magamat, mert majd becsináltam a fáradtságtól. Szószoros értelemben. Egy hét alatt egyenesbe jöttem. Tehát ami miatt mondtam, Isten bizony nem beszéltük meg itt senkivel se, hogy mi történt itt korábban, de a saját személyes tapasztalatom, hogy az agykontroll, az akarat, a sport, a mozgás, az igenis meg tudja hozni azt az eredményt, hogy tudunk előre haladni, tudunk célt elérni, és a legnagyobb dolgokat is leküzdjük. Egy hét múlva hazajöttem, folytattam az életem, súlyom egyenesbe jött, és minden rendben volt. Na most egy ilyen nehéz helyzetben vagyunk mi, most az ország is ilyen nehéz helyzetben van. Nézzük meg, hogy miért, és lesznek dolgok, amiket ismétlek, vagy adott esetben nem ismertek, vagy ismertek, de bizonyos logikán kell végigmennünk, hogy lássuk. Talán az úriember nevét ismerjük, nem kell, hogy mondjam, ő mondta azt, ha kézbe tartom egy ország pénzügyét, nem érdekel, hogy kihozza a törvényeket. Ezt a helyzetet ma itt érezzük. Ugye nem kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Bank törvény alapján mi hoztunk egy olyan döntést, hogy egyetlen felettes szerve van az Európai Központi Bank. Ebben az évben 95 milliárd veszteséget csinál, amit mi fizetünk ki. Ezt tisztán kell látni. Ez jön a következő. Hogy történik? Megváltozott a világ. Mindig voltak hatalmak és mindig voltak harcok. Ezt nagyon jól be lehetett itt mutatni. Hallottuk ezt a folyamatot. Ez hogy változott meg? A korábbi időben oda ment, kard,
adott esetben nyíl, leszabdalta, kész. Ma ez nem így működik, ma a gazdaságirányítás révén tudjuk elérni ezeket a folyamatokat. Nézzük meg, az első a pénzkibocsájtás, ami ilyen folyamat. A pénzkibocsájtással pont most ülünk benne abba a trükkbe, ami az egyik módszere volt, a pénzbőséget csináltam. Boldog-boldogtal, nem baj, hát segíjen élsz, nem baj, itt alá tudod írni, már is kapod a pénzt. Hallatlan pénzbőséget. És ezt követően, amikor mindenki fölvette a hitelt, akkor megcsinálom a pénz szűkét. Hogy már pedig, haver, köszön, de most vissza kell fizetni. És a lényeg nem ebben van, hogy vissza kell fizetni, hanem a pénz szűke miatt összeomlik a gazdaság. Ezt lehet érezni, a vállalkozások nem kapnak hitelt, nincsen forgóeszköz, megnövekedik a teher, és a megnövekedett tehernek az eredményeképpen egyre nehezebb pozícióba kerülünk. Akkor az emberek józanul gondolkoztak, mert amikor fölveszem a hitelt, az akkori körülményeimet gondolom végig, és nem a jövőbeni körülményeimet, nem tudom elképzelni a rosszat, mert senki se képzel el magának rosszat. Azt nézi, ma így élek, ma így megyek nyaralni, hát belefér az az egész a pakliba, el van intézve. Fölvettem a hitelt, és amikor egyszer csak nincsen állásom, megbetegedtem, vagy valami összetört az autóm, kibillentem az egyensúlyból, egyből nagyon nehéz lesz a helyzetem. Tehát magyarul a pénzkibocsájtással és ennek a jogával, ezzel a pénzbőséggel, pénzszűkével lehetett ezt a harcot megvívni. Ugye ma már itt az előbb a Kassai úr mondta el, hogy az egyik legfontosabb dolog az volt a megtévesztés. Na ebbe a folyamatban, amit itt három dolog föl van írva, töményen benne van a megtévesztés, mindegyes momentumában. A pénzkibocsájtásban éppen úgy, mint a tőzsdében. A tőzsde mi volt? Eredetileg a hollandok mondták azt, hogy eladom a házamat, csinálok belőle egy hajót, vagy csináltatok egy hajót belőle, és elmegyek és gazdag leszek. Igen, ám csak elsüllyedt a hajó, akkor még földönfutó lett. De könnyen rájöttek az emberek, hogyha két ilyen tulajdonos kicseréli egymástól a fele-fele tulajdon, attól kezdve már semmi probléma nincs, mert csak a fele vagyonomat veszítem el. Na most ennek az eredménye az lett, hogy hát annyi pénzem nincsen, amennyi kellene nekem egy hajóhoz, de álljunk össze öten. És mindenki kapott egy részt, egy részjegyet, egy részvényt, ennek lett a részt vesz benne tulajdonképpen, ha a szóelemzésekkel játszunk, részt vesz benne az üzletbe, és ezt a részvényt kezdte el árulni. Tehát ennek a folyamatnak, hogy tőzsde alakult ki, két dolga volt. Az egyik az, hogy tulajdonomat biztosítottam be ezáltal, a részjegy által, hogy nem teljes tulajdont veszítek el ezzel. Mi lett a másik oldala? Hazafelé jött a hajó, és észrevette, hogy hú, az a másik hajó ott elsüllyedt. Szaladtam, és eladtam a részjegyemet, a részvényemet, és elkezdtem spekulálni. Ma már ott tartunk, hogy a spekuláció formájába 10-szer annyi, 9-szer, 10-szer annyi tőke mozog a tőzsdén, mint amennyi részvény van. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam, megtévesztés. Akit ma, mostanában Forex nagyon nagy divat, a tőzsdézés nagyon nagy divat, akit bevisznek, az körülbelül lehet tudni, hozzávetőlegesen 3%, 4% aki nyer, a többi vesztes. Ezt az egy adatot nem mondják el, mert a megtévesztésre épül az egész üzlet. A harmadik a deviza árfolyam. Ugye bizonyos körök, akiknek nagyon sok pénzük van, és ez nagyon egyszerű, hát ugye ez a Fedre vezethető vissza, ő korlátlanul adja ki a pénzt. Most ugye napokban hagytak jóvá 9000 milliárd forintot. Ez a 9000 milliárd forint bement a gazdaságba. Ők azt mondták, hogy a gazdaság formájába megpróbálják élénkíteni a termelést. Szó sincsen róla. Ebből elkezdik mozgatni a piacot, és fölvásárolni a dolgokat. Ugyanis, hogyha én valakinek hitelt adtam, és őt nehéz helyzetbe kerül, nehéz helyzetbe hozom, akkor előbb vagy utóbb a vagyonát meg tudom szerezni. Ez pedig semmi más nem kell, csak leírom a számot, hogy 9000 milliárd, és kiadom. Nincs mögötte munka. Nincs mögötte semmi teljesítmény, ami beváltható lenne. És itt van most a napjaink egyik legnagyobb problémája, hogy olyan mennyiségű pénz van, levegőpénz, lufi pénz van a világban, ami egész egyszerűen előbb vagy utóbb ki kell, hogy pukkadjon. Mert mindenütt megvan a pénz, mindenütt jelen van, de fogy el a vagyon, fogy el a tulajdon. Ezzel szerzik meg tulajdonképpen a hatalmat. Na ez az egyik legnagyobb problémája a napjainknak.
ugye pontosan Gyuri mondta azt, az egyik legnagyobb probléma az, hogyha valamit, nem az baj, hogyha tudunk valamit, vagy nem tudunk valamit, az a baj, ha rosszul tudunk. Ezért végig szeretnék menni ezen az egyetlen egy gondolatsoron, mert a szöveg, a rádióban, a médiában elhangzó szöveg, az pontosan azt mondja mindig, fúha, tragikus a helyzet, már megint gyengült a forint. Nézzük csak végig ezt a folyamatot. Ez annyit jelent, hogy számunkra az egyik legfontosabb dolog, ugye a forint árfolyam, ugye ezt nem kell elmondjam. A forint árfolyamánál tétezik, hogy 275 forint az jelenlegi árfolyam. Ha ehhez képest az árfolyam fölülről van, azt hiszem erősödik, akkor ez gyakorlatilag 15 forinttal kevesebbet kapunk az exportált termékekért, de ugyanez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az importált terméknél 15 forint nyereség jelenik meg. Tehát nekünk az erősödés rendkívül rossz. Jön a második kategória ennél a folyamatnál, amikor gyengül, akkor 15 forinttal többet kapunk érte a termékért, nyereségesek vagyunk, és minden további nélkül előre tudunk menni, az import viszont lemarad. Ez azt jelenti gyakorlatilag ez a két arány, hogy a forint irreálisan be van erősítve. Ez az erősítési folyamat eredményezi azt, hogy az epret, a spanyol epret féláron tudjuk megkapni a magyarhoz képest. Miért? Nem azért, mert ott fele bérért dolgoznak, hanem mert felére van beerősítve a forint. Ez egy félelmetes dolog, és az emberek nem tudják. Tehát ami jó lenne nekünk, most a gyengítés. Nem a devizahiteleseknek, hanem az országnak. És ez talán ez a folyamatból valami jön be most. Nézzük meg a forint árfolyamát, mennyinek kellene lenni, mert ez a devizahitelhez nagyon fontos. És pedig lehet látni, ez az euró árfolyama 2000 január 1-től szinte azonos szinten mozog. A napjainkban ugrott meg egy kicsit, de nem lényegesen. Fölötte ott van fölrajzolva ugyanettől az időszaktól az infláció. Ha megnézzük, az infláció az a küszöb, ahol a termelést abba kell hagyjam. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogyha nekem többe kerül a nem kapok annyit, mint amennyi az infláció, akkor a veszteségem megnő. Hát nem tudom kifizetni a megnövekedett bérköltséget, az energiaköltséget, és sorolhatnám. Tehát ez a küszöb. Ha ez pedig elmegy, a két árfolyam elszakad egymástól, ennek az az eredménye, hogy előbb vagy utóbb be kell, hogy zárjam az üzemet. Hány üzemet zártak be Magyarországon? Emiatt az árfolyam miatt. Nem gondoltuk volna, ugye? És azt se gondoltuk volna, nézzük meg, hol a görbe vége. 500 forintnál. És mennyi az árfolyam nálunk? Most 270-280 napjainkban valamennyi. Ennyire erős az árfolyamunk. Na most, ha belegondolunk a devizahitelbe egy pillanatra, mi történt a napokban? A svájci frankot is beerősítették. Ez azt jelentette a beerősítés, hogy nálunk itt megemelkedett a svájci frank árfolyama. Na, ha megnéznénk, a kínai juant ugyanúgy beerősítették, a japán jent beerősítették, a dél-amerikai ruandot beerősítették, és sorolhatnám. Miért? Mert ezek az erősítés túloldalán mindig a dollár áll. A dollár pedig ezáltal kiszívja ezekből a gazdaságokból a pénzt. Hát valahogy fönn kell tartani azt a hatalmas hadsereget, mert miről van szó tulajdonképpen? Add ide a pénzed, elköltöttem a pénzt, és amikor jön a másik, hogy vissza szeretnék kérni a pénzt, te nézd, milyen szép fegyverem van, most vettem a te pénzedből. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Jelenleg a világ hadseregének 50%-a a túloldalt van, a dollár oldalánban. Nézzük meg. Következőt. Ez a svájci franknak az erősödését mutatja, ez egy tőzsdei ábra. Lehet látni, hogy mi ebbe a szakaszba vettük föl, körülbelül innentől tudom mondani, ebbe a szakaszba vettük föl, amikor közel vízszintes volt itt is a görbe, akkor vettük a svájci frank hiteleket. Svájc nagyon ne belelendült ebbe, hogy megpróbálja összeadni a hiteleket. Ennek megfelelően, amikor nagyon lenyomták az árfolyamot, akkor úgy mondják interveniált, egy csomó pénzért vett eurót. Ekkor felugrott helyre, de majd megint lenyomták az árfolyamot, megint interveniált, és a svájci gazdaság ez alatt az időszak alatt annyit költött intervencióra, hogy a talpon tartsa a svájci frank, mint a magyar gazdaság GDP-nek az egyharmada. Ezek után kifeküdt, azt mondta, köszönöm szépen, nem. És napjainkban, amikor megint változás volt a svájci franknál, mit csinált Svájc? Azt mondta, köszönöm szépen, az első menetben a lendület az volt, hogy oké, hát akkor fiúk, nem tudunk más csinálni, a termékeket, ami importba jön, adjátok nekünk olcsóbban. Miért? Hát mert az árfolyam alapján itt ekkora nyereségre tettek szert. Mi olcsóban adjuk? Hát szó sincsen róla. Hát hogy olcsóban adnánk? A nyereség miatt, nem? Akkor leszedem a polcra az árut. Volt olyan áruház, ami komplett polcok ürültek meg a nyugati áruk
vagy import áruk egyszerűen eltűntek onnan. Mert azt mondták, ha nem adjuk olcsóbban, akkor egyszerűen mi nem adjuk el, nem vagyunk hajlandók a népünkre rákényszeríteni a veszteséget. Egy kérdésem van, hanyan járunk Tesco-ba? Nincs más kérdésem. Mindenki maga tárja fel a kérdést. Én 4 éve körülbelül nem voltam egyetlen nagy áruházba se, mert én mindig egy magyar boltba költöm el a pénzemet. Ez tőlünk függ, rajtunk függ, hogy miképpen harcolunk. Megváltozott a harcmodor, ahogy a Kassai úr mondta az előbb. Nézzük a következőt. Hogy néz ki a svájci frannak az árfolyama? Ez volt az árfolyam. Lehet látni, hogy ameddig fölvettük, 2005-től ez volt a jellemző fölvétele, némi mozgás volt csak, sőt itt ebbe a középső szakaszba, az a piros görbe, az árfolyam még lefele is szakadt. Az egyszer csak jött 2008. október, az árfolyam hirtelen megemelkedett, de nem azért emelkedett meg, mert meg akartuk emelni, hanem mert Svájc gazdaságát megtámadta a dollár. Ebből következik, hogy pillanatok alatt leesett a svájci jegybanki alapkamat nullához közeli értékre. Ma körülbelül a svájci jegybanki alap 0,05%. És mennyit fizetünk mi? Durván 170-szer annyit fizetünk, mint amennyi a svájci jegybanki alapkamat. De találkoztam olyan szerződéssel, a 230-szorosa volt a általunk elvárt pénz. Most, hogyha ezt valaki nekem azt mondja, hogy ez tisztességes, akkor én azt mondom, hogy nem ér a nevem. Egyetértünk vele? Hát ez egy borzasztó dolog. Tehát mi történt alapvetően? 2 dolog történt, elárazódott az árfolyam. Amikor mi fölvettük, olyan jellemzően 155 forint körüli árfolyamon vettük föl, és ma gyakorlatilag a 230 valamennyinél tartunk, úgyhogy Svájc beadta a derekát oly módon, hogy rögzíti magát az euró árfolyamához, 1,2-es arányba. De ez Svájc jelentette ki. Most mi történik, ha jól megnézzük a napokat? Pillanatok alatt emelkedik az euró árfolyama. Most már teljesen mindegy, hogy az eurót emelem, vagy a svájci frant emelem, nem? Hát úgyis emelkedik a svájci frant árfolyama is. Ez az egyik. Hát hogyha most éppen az előző ábra alapján, és ez egy piaci elemzés része, az előző árfolyam alapján semmi más nem teszek, de azt mondom, 350-re fölemelem az euró árfolyamát. Reális? Hát teljesen reális, hát 500 kellene, hogy legyen legalább. Az ékszerelmére menjen már föl 350-re. Számoljuk ezt a svájci frant hitelnél, hogy mit jelent? És akkor még mindig ott tartunk csak, és ez az oldal egyik fele csak, hogy a svájci forint árfolyama 1-1-2-höz van rögzítve. Ki mondta ezt, hogy ez így marad? Hát Svájc ezt szeretné. Ő kijelentette. Valami miatt átmenetileg belementek. Nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. És mi lesz a jövőben? Mi lesz, hogyha újra megint egy az egyhez lemegy? Sőt, hogyha azt mondom, a mi egyes szerződésekben, az ERSZT-s szerződés, hogyha van, az ERSZT-s szerződésekben le van írva, hogyha a svájci frank megszűnne, akkor az az új deviza nem lesz a mérvadó, ami ott megszűnik azzal az átváltási kulcssal. Mit jelent ez az egy mondat? Ez az egy mondat azt jelenti, hogy a svájci frank 2 esetben szűnhet meg. Egy, ha infláció van, söprik az utcát, mint a pengőt, hát ez nem valószínű, Svájcban 0% körül mozog az infláció. Magyarul a defláció jöhet már. A defláció pedig semmi más nem jelent, mint a hallatlan fokú erősödését a devizának. Ha egyszer az ilyen mértékig beerősödik, egyrészt-utóbb Svájc kifekszik, és nem tud más mondani, áttérek inkább az euróra. Hát már mögöttesen ott van egy ilyen cél, ugye ezt tudjuk. Ha ez a folyamat bejön, ez akkor egy alá kell, hogy menjen, az jelenlegi 1,2 egy alá kell, hogy menjen. Lényegesen alá kell, hogy menjen. Nem akarom mondani, hogy ez milyen ódiumot jelent, vagy jelenthet adott esetben részünkre. Én nem mondom, hogy ez lesz, de lehet. Nem lehetetlen. Különben nem írták volna le a szerződésbe. A Der Spiegelnek volt egy napokban egy száma, amelyik a banki válságokkal foglalkozott, és ő fogalmazta úgy, hát nagyon egyszerű a bankoknak, ők tudják, hogy mi lesz a jövő. Miért? Mert ők csinálják. Ennél jobban nem lehet mit mondani. Ők csinálják. Hát akkor nincs probléma. Hát hogyha én csinálom a jövőt, akkor könnyen szerződök rá a másik féllel.
Majd erre még vissza fogok térni. Nézzük a következőt, hogy két olyan árfolyam van, alul van a svájci árfolyam, és fölötte ott van a magyar bubor árfolyam, tehát a bankközi kamatlab, tehát a magyar árfolyam, így maradjunk. Nem akarok belemenni, a bubor a bankközi kamatot jelent, és az MNB honlapján látható. Ez annyit jelent, nézzük meg azt, amikor a válság ott bekövetkezett, akkor itt hirtelenében fölugrott a magyar árfolyam. Ez is egy, nem kellett volna, hogy felugorjon. Semmi köze nem volt, ez pusztán annyi volt, a gyerekek, adunk nektek egy kis pénzt. Szószoros értelemben ez a felugrás annyit jelentett, hogy ezért a csúcsért Magyarországnak külön hitelt kellett fölvenni, ahhoz, hogy kifizesse itt a kamatot. Ilyen nagyságrendű jelentősége volt. De utána is még azt mondhatom, hogy ment le. És hogyha megnézem, itt a legvégén megint elkezd emelkedni a kamat. Mikor kezdett el emelkedni a kamat? Orbán Viktor bejelentette, hogy a bankokat megadóztatjuk, válaszképpen, gyerekek, akkor fölemeljük a jegybanki alapkamatot. Tehát ez a kocsa, a kacsa és a nokedli. Amit elvesz Orbán Viktor tőlünk adóformájába, azt a magyar nép visszafizeti bankközi kerítét formájába. Tehát tulajdonképpen, amikor sírnak a bankok, hogy te jó Isten, micsoda veszteség, és ezt mi nem tudjuk elviselni, mert milyen helyzetben vagyunk, hát akkor én nem érek rá csavarni a zsebkendőmet, mert túloldalról megkapták. Hogy mennyit kapnak a bankok ebbe a műfajba, egy számot mondok, de azt hiszem, hogy előbb tovább lépek, és elmondom a kerítédet, és ezen keresztül mondom. A kerítéd üzlet, az semmi más nem jelent, és ez a devizahitel alapvetően, amikor valaki egy alacsony kamatozású devizába vesz föl hitelt, és egy magas kamatozású devizába helyezi ezt be. Az igazi kerítéd úgy működik, most egy példát mondjuk, ami jelenleg ma Magyarországon van, hogy ez a pénz megjelenik, egy nyugati pénz megjelenik, vagy valakinek a pénze megjelenik itt, berakja a Magyar Nemzeti Bankba, olyan durván 5,5% körüli pénzt kap érte, ő fölvette 0,5%, 0,1, sőt ma Svájcban negatív kamat van, swap ügylettel a svájciak fizetnek azért, hogyha én tőlük veszek föl pénzt. Nem én fizetek, ő fizet, hogy tisztázzuk. Ilyen van. Na most fölveszi ezt az olcsó pénzt, ezt a nagyon olcsó pénzt, elhozza a Magyar Nemzeti Bankba, itt 5% körül összegre berakja, ezt ráírja a Magyar Nemzeti Bank, hogy van tartalékkészletem, majd utána nem tarthatja meg ezt a pénzt, hanem mi utána a főnök az Európai Központi Bank, az Európai Központi Bankba át kell, hogy utalja. Az Európai Központi Banktól kap mondjuk 0,5% kamatot a Magyar Nemzeti Bank, de itt 5-öt fizetünk. Érezzük? Nézzük meg a nagyságrendet. Az Európai Központi Banknak a tartalékkészlete 60 milliárd euró, Magyarországon jelenleg 37 milliárd euró van ilyen kerítéd üzlet formájában, amit nekünk tartalékalapnak mondanak. Ha ezt a pénzt vissza kell fizetnünk, évente 2 milliárd nagyságrendű eurót kell kifizetnünk kamat címén. És ez nekünk egy fillért nem hozott. Elmondhatjuk, hogy van tartalékunk. Ez az érték, ez az ellenszolgáltatás. Azt hiszem, nagyon jól meg végig lehet gondolni, ugye? Na, ez a kerítéd üzlet, most már bemutattam. Nézzük meg az önök kerítéd üzletét a devizahitellel. Fölvettek itt egy devizahitelt, ugye, nagyon alacsony kamattal. Álljunk meg itt a szóval, alacsony kamattal. Hát amikor itt fölvettük, akkor volt hozzávetőlegesen olyan 2,5-2,2 körül a svájci referencia kamat. Ha ezzel szemben megnézzük, 2,2-ért nagyon-nagyon kevesen tudtak fölvenni, mert ráraktak egy úgynevezett kamatfelárat. Ez eleve a kamatfelár kihúzza a kamat nyereségének egy részét. De maradjunk itt egyelőre, hogy fölvettük olcsón a hitelt, ezt követően mi történt? Elhoztuk Magyarországra, vettünk ingatlan szépen, és most lekötöttük 30 évre. Hát ezt a kerítédüzlet, erre azt mondom, hogy ez egy semmis konstrukció, és azt is elmondom, hogy miért semmis ez az üzlet, azért, mert tulajdonképpen meglettünk tévesztve. Emlékszünk, mit mondtunk a háborúknál? Hogy a megtévesztésre épült, meglettünk tévesztve. Hol vagyunk megtévesztve? Az egyes szám az, hogy egyikünk se profitőzsdés. A kerítédüzletet profitőzsdések csinálják, akik tudják, hogy mikor kell visszafizetni azt a pénzt. Mi honnan ismernénk az árfolyamot, hogy ez a mostani 286, ez most tovább fog menni? Nem fog tovább menni? Ők meg tudják. Ez a különbség. Érthető? Tehát nem vagyunk profi befektetők. A második, a profi befektető spekulációval akar pénzt keresni.
Ha spekulációval akar pénzt keresni, önök is spekulációval pénzt akartak keresni? Nem. A szükségletüket akarták kielégíteni. Mire vették föl? Tatarozásra, lakásvételre, autóvásárlásra, fogyasztási cikkvásárlásra. Tehát nem arról volt szó, hogy én fölveszem ezt a hitelt, berakom a bankba, és hogyha éppen ott tartok, akkor semmi gond nincsen, visszafizetem majd azt a pénzt. A harmadik átverés, ha én egyszer ott tartok, hogy vissza kell fizetni, akkor hazamegyek, és azt mondom, asszony, ne haragudj, rámoljuk ki a szekrényt, ne haragudj, vissza kell, eladjuk a lakást, mert vissza kell fizetni a hitelt. Hát senki se ezzel a felkiáltással vette át ezt a hitelt, ugye? Mindenki arra gondolt, hogy az életét abban a lakásban fogja leélni. Tehát itt van, hogy ők tudták, hogy olyan célra veszük fel a hitelt, ahol mi nem tudjuk visszafizetni, csak részletbe, hosszan, ami már veszteséget fog eredményezni. Jön a negyedik átverés. Ugye tudjuk azt, és már lehet látni, hogy a leghosszabb az eurónál az a 11-12 év, amikor a kamat nem éri utol, illetve az árfolyam, ami után nem tartható, utol kell, hogy érje valahol a kamatot. Ha ezt megnézem, a svájci frank esetében 3-4 év volt hozzávetőlegesen. Ez azt jelenti gyakorlatilag, ha valakivel kötök egy 20 éves szerződést ebbe a műfajba, akkor garantáltan azt tudom mondani, hogy belebukik. 30 évnél pedig ne is beszéljünk, az teljesen tuti. Tehát amikor velem megkötötték, vagy velünk megkötötték ezeket a hosszú távú szerződéseket, garantált volt, hogy veszíteni fogunk. Elmondtam 4 tételt eddig ebből, vagy 5 tételt, nem is tudom, mert nem számoltam, amelyik minden egyes eleme azt jelenti, hogy ebbe bele fogunk bukni. Ez volt ez a szerződés konstrukció. A magyar törvények értelmében egy ilyen szerződés semmis. Nézzük meg, mit tegyek? Jelenleg, ugye, ez is azt mondanám mindenkinek, olvass el a szerződését. Számtalan emberrel találkozok, és ezt most nagyon őszintén mondom, amikor megkérdezik tőle, hogy mikor vetett fel a hitelt, azt hiszem tavaly ősszel volt, már nem is emlékszem. Aztán megkérdezem a másiktól, mennyiért vette, milyen árfolyamon vetett fel, hát nem tudom, akkor még olyan nagyon alacsony volt. Hát egy, tanulj, olvassuk el a szerződést. Mivel ezeket a szerződéseket lehetőleg úgy írták, hogy ne értse az ember, menjünk bele, és tanuljuk meg a szerződést. Tehát szószós értelemben olvassam el oda-vissza, hogy mit kell vele csinálni. Mi az igazi megoldás ennél? Hát ha nem ismerem a szerződést, hogy akarom megtalálni a problémát? Hát erre azt mondhatnám, ha nem ismerem a micikét, hogy tudom meghódítani magamnak? Hát most őszintén mondjuk ki, hát sehogy. Tehát valahogy meg kell, hogy ismerjem, ez innen indul. Ki kell írni a legfontosabb adatokat. A legfontosabb adatok, tehát az, hogy tudjam, hogy kivel kötöttem, mikor kötöttem, milyen árfolyamon kötöttem, mekkora összegre kötöttem, mi volt a kamatszint, hány éves a periódusom. Ha nem tudom, hogy mi a kamatperiódus, akkor semmi baj, menjek el és kérdezzem meg valakitől. Nem igaz az, hogy nem tudom elő vagy utóbb megbeszélni a környezetemben valaki, vagy az mit jelent, hogy kell értelmezni. Itt kell, hogy elmondjak valamit, hogy én rendszeresen tartok előadást, ahol ennél bővebben megyünk bele a dolgokba, kétszer ekkora idővel, vagy talán még hosszabban is, és utána egyénileg is lehet valamit kérdezni, meg belemenni. A Sóter Klubban tartjuk ezeket az előadásokat, ingyenes a belépés, ilyen komoly probléma van. Szóval én nekem az a véleményem, hogyha egyszer van egy ilyen lehetőség, és elolvastam, és tudom, akkor hallgassuk ezt végig, nézzük meg, ismételjük. Azért ismételjük, mert egy-egy előadás meghallgatásából 30% az, ami legjobb esetben megmarad az ember fejébe. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy miről van szó, legalább 3-szor kellene meghallgatnom az előadást. Nem az én érdekem, az önöké, hogyha mondhatom így. És utána nyugodtan mondjam azt, olvassuk el a könyvet. Miért? Nem azért, mert el akarom adni a könyvet, de el akarom adni a könyvet, azt is hozzáteszem. Nem beszélve arról, hogy én is saját kiadásba adtam ki, és még mindig veszteségem van rajta, de nem ez az érdekes, ez egy másodlagos dolog, hanem azért akarom, hogy elolvassuk a könyvet, mert a könyv elolvasása után egy csomó dolgot helyre tudunk rakni, amit most mondtam, egy csomó nincsen benne, nem is erről beszéltem, de ami a legfontosabb ebből, ez a könyv, én azt hiszem talán elsőnek Kelet-Európából, tartalmazza azt a módszert, hogy hogy kell kiszámolni a hitelt. Egyetemi tankönyvben nem találtam erre vonatkozóan utalást. Ezt most komolyan mondom. Lemondjuk, annuitással kell kiszámolni. Hanyan tudjuk, hogy hogy működik az annuitás, és hogy kell megnézni? Azért is érdemes lenne ezt kiszámolni azért, mert én még nem találtam olyan hitelt, szerződést, ahol tisztességesen el lett volna számolva a hitel. Mindig bundáztak, valahol mindig bunda van benne.
Na de hát kérem szépen, aki nem tudja kiszámolni, annak annyit mondok, amennyit akarok. Hát egyszer tanuljuk meg kiszámolni, nézzük meg. Igen, hát ez nem a Népszabadság vagy a mesekönyv, amit így végig lehet olvasni, hanem elolvasom egyszer, elolvasom kétszer, elolvasom háromszor, és előbb-utóbb értem vagy tudom. Ezzel kapcsolatban kell, hogy elmondjam, az élet leghatékonyabb tanulása, ugyanis, hogyha végigmegyek, és tudom, hogy hol van a probléma az én hitelszerződésemben, és azt mondom, hogy ezt megpróbálom helyre rakni, az életben nem tudtam olyan pénzkeresetre szert tenni, mint ennél. Gondoljuk el, 2 hónapig csak ezt tanulom. Ilyen nincsen, mert sokkal rövidebb idő alatt meg lehet tanulni. 2 hónap tanulással adott esetben bele tudok úgy menni a saját szerződésem vitájába, amivel azt tudom mondani, hogy tétezik, hogy perre vittem az ügyet, megnyerem a pert, és mondjuk keresek ezáltal 8 millió forintot, amit nem kell kifizetni, vagy egy részét már feleslegesen kifizettem. Hol lehet ennyit keresni? Melyik diploma az, amelyiknél kézbe vettem, és utána nagyon rövid időn belül megkeresem annak a sok millió forintját. Nincs még egy ilyen terület. A tőzsdén nem lehet így kell. A tőzsdén úgy lehet keresni, hogyha valaki legalább 2 évig ott ül a gép mellett, napi 8 óra mellett, és nézi, hogy merre felé megy az árfolyam, és próbálja a következtetést levonni. Attól kezdve jó lehet keresni, csak azt a 2 évet ott kell ülni. Ennyi rövid idő alatt, ilyen rövid idő alatt pénzt keresni, semmi mással nem tudok, mint ezzel a dologgal. Nézzük meg, 4 lehetőség van, hogy ma mit tegyünk. Az első, nem teszünk semmit. Hát mondhatnánk, hogy ez a legkényelmesebb, mert attól, hogy én nem teszek semmit, azzal gyakorlatilag azt mondom, hogy döntöttem, hogy nem akarok semmi. Most lényeg az, hogy azért nem teszek semmit, mert bízok abba, hogy a svájci frank majd visszamegy, ami hiú remény, ugye az előbb elmondtam, teljesen hiú remény, hát ez is egy megoldás. Az is egy kényelmes megoldás. De a másik sokkal fontosabb, vagy azért nem teszek semmit, mert hát nem érdekel a probléma, én struc vagyok, bedugtam a fejemet a homokba, és ezzel vége van, itt most már körülöttem lehet akármi, én nem akarok semmit se tenni. Hát ez nem megoldás. De ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse. Én senkit nem beszélek semmire se rá, se le. Mert az embernek, ha valamit nem meggyőződésből csinál, amit a Domján Laci elmondott, ha nem meggyőződésből csinál valaki valamit, akkor nem lesz meg az eredménye. Jön a második, az árfolyam rögzítés választása. A kormány 180 forintos politikája, ezre majd mindjárt visszatérünk, és a peres út. Ez a 4 lehetőség van. Menjünk bele a következőbe. A nem teszek semmit kategóriába. Le is írtam, hogyha nem tesz valaki semmit, nem fog csökkenni az árfolyam, ha nem dönt valaki, az is döntés. Kérem, hogy a tudatos döntésképtelenség miatt van ez, lényeges. A döntésképtelenség egyetlen gyógyszere a tudás. Meg kell tanulni. Mert mikor vagyok döntésképtelen, ha nem tudom belátni a folyamatot, hogy mi lesz annak a hatása, ha én most valamit teszek. Tehát még egyszer eljutok oda, hogy meg kell tanulni. Tanulni. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Nézzük meg, az árfolyam rögzítés csak egy fizetési halasztást jelent, és nem oldja meg a kockázatot, a devizakockázat kérdését. Ez egy rendkívül lényeges dolog. Visszafizetés a piaci kamaton történik. Na most a piaci kamaton történés az azt jelenti gyakorlatilag, hogy annyi, amennyit én akarok. Hát ezt a műfajt már megtanultuk az ég szerelmére, hát ezzel vertek át minket, hogy elindultunk 0,2-vel, ami lement 0,6-ra, és ma fizetünk 10-et. Hát, hogyha valaki ebbe a csőbe belemegy még egyszer, hát akkor nem ér a nevem. Hát most akkor erre azt mondom, hogy ha nem vagyok hajlandó megtanulni, akkor bennem van a baj. Ugye egyébként nem kell panaszkodni, még egy, aki elfogadja ezt a szerződésmódosítást, az lemond, mert ez a szerződésmódosítással jár együtt, lemond a szerződés megtámadási jogáról. Ez egy lényeges elem. És van mit megtámadni a szerződésbe. Erre majd mindjárt majd vissza fogunk térni. Tehát eljutottunk oda ebbe a műfajba, hogy ezt hál' Istennek csak összesen 2000-en vállalták. Miközben 3 millió embert érint ez a folyamat. 2000-en vállalták, ezt előre tudták a bankok, és még a törvény se lépett meg, a lehetőség se lépett hatályba, már kijöttek az újabb verzióval. Miért jöttek ki az újabb verzióval? Mert nem akarták azt elérni, hogy lehessen látni, hogy belebuktak ebbe a javaslatba. Hát szinte napra készen jöttek ki azonnal az újabb megoldással. Mit jelent az újabb megoldás?
a végtörlesztés tőke hatására, a végtörlesztés tőkenövekménnyel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Svájc jelenleg azt jelentják, hogy 180 forintos árfolyamon lehet a végtörlesztést kifizetni. Nézzük meg, igen ám, de mi nem 180-on vettük föl. Ez azt jelenti, ez a diagram nagyon jól mutatja, hogy ki milyen árfolyamon vette föl, ott van fölszorozva mellette, hogy hány százalék lesz a vesztesége. Tehát, hogyha most elmegyek egy ilyen 155-157 forintos körüli árfolyamra, ott lehet látni, hogy 15%-os a veszteségem. Mit jelent ez? Próbáljuk megfogalmazni számokba. Ez csak a tőkeveszteség, mindjárt majd visszanézek a következő. A második szakasz, a 180 forint van oda behúzva a vízszintes vonalba, és lehet látni azokat a fölfelé ugró kis kupacokat, azokat mi már visszafizettük. Ezt már lenyeltük, ezen már nem fognak ebből semmit se visszaadni, tehát gyakorlatilag azt már lenyeltük. Ez mit jelent gyakorlatilag ez a veszteség számunkra? Nézzük meg. Ha ki 6 év, 8 hónappal ezelőtt vette fel a szerződést, az körülbelül nullánál tart. Tehát, hogyha 2005. január 1-én fölvettem a szerződést, most tartunk úgy, hogy 6 év, 8 hónap körülbelül lejárt, akkor ez oda megy a kasszához, és azt mondja, nagyon jó, köszönöm szépen, nekem pont annyit kell visszafizetnem most a 180 forintos végtörlesztésen, mint amennyit eredetileg fölvettem. Hát ez egy nagyon jó üzlet. Most emellett a bankok sírnak, hogy micsoda veszteségük van. Hát ne haragudjunk, 6 évig ingyen fizettük, sőt, hogyha 4 hónapot hozzáadom az előző befizetéses túllépés miatt, akkor a 7. évig gyakorlatilag azt mondom, hogy 7 évet odaadtam ajándékba. Az életemből, az eddigi pénzemből. Mert hogy azt mondják már, hogy nekem ez egy jó üzlet, vagy rossz üzlet a banknak, nem jó üzlet nekik, hogy így fogalmazzam. Tehát ezt teljesen egyértelműen lehet mondani. Ez erre én nekem az a véleményem, hogy mindenki maga döntse el. Én nem mondom azt senkinek se, hogy ne fizesse vissza, sem mondom, hogy fizesse vissza. Hát ez is nagyon szűk réteget érint, ugye ezt azért tudjuk, mert azért akik a svájci frankos hitelt fölvették, azok nem úgy vannak, hogy hazamennek. Hát nem baj, anyukám, előveszük a szekrénybe azt a 20 milliót és visszalökjük, hát ebben semmi probléma nincs. Ez biztos, hogy nem így van. Tehát egy szűk kört érint. Akik viszont emiatt, mondjuk netalántán, hitelt akarnak fölvenni, forint hitelt, azok figyeljenek oda nagyon, mert az előző hitelfelvételből meg kellett azt tanulni, hogy most az új hitelfelvételnél milyen szerződési kondíciót választok, milyen bankot választok. Ugye tudjuk, hogy vannak szebbek, meg még szebb bankok. Ez azt hiszem nem kétség. Szóval talán egy példát hagyd mondjak el a saját életemből. Ezt rendszeresen el szoktam mondani, nekem is volt devizehitelem, magyarul mindenkit be lehet egyszer csapni. Én elkezdtem a tőzsdét tanulni, és ha rájöttem arra, hogy hát ez itt valami büdös. És még 2008. augusztusban körülbelül, ha jól emlékszem, vissza leváltottam egy forint hitelre. És milyen alapon történt a leváltás, és most jön, hogy is volt a mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Emlékszünk erre a mondásra? Na, erre gondoljunk most ebbe a pillanatba. Kim voltam a kínai piacon, és néztem, hát jó Isten, banco popolare. Mi ez a bank? Hát még az életben nem hallottam. Jó, bemegyek, hát most pénzbe kerül. Hát 10 percet veszitek, jó napot kell, forint hitelt szeretnék fölvenni. Forint hitelt? Hát nekünk nincs forint hitelünk. Hát nagyon jó svájci frankos hitelünk van. De köszönöm szépen, az nekem is van. Én forint hitelt szeretnék föl. De nekem nem kell. Akkor van eurós hitelünk. Nem, nekem forint hitel kell. Hát ilyen flúgos emberre nem találkoztam. Mennyit akar fölvenni? Mondjuk 50 milliót. Na menjen be a főnökhöz. Hát azért ez már mégiscsak valamilyen nagyság. Egyébként nekem 40-valahány millió forint hitelem volt. Bementem a főnökhöz, és mondtam, forint hitelt szeretnék. Nem, szó sem lehet, és innen kezdődött ugyanaz a játék, amikor hallotta az összeget, és mondtuk, hogy hát ezen nem újjon, hát akkor beszélek a központtal, nem akarom ragozni, direkt nekem létrehozták a forint hitelt. Szinte hihetetlen, ugye? Direkt nekem létrehozták a forint hitelt. Én erre kiszaladtam, és itt jön a megdöbbentő dolog, mert halálboldog voltam, mert a forint hitelem törlesztő részlete pont annyi volt, mint a deviza hitelem törlesztő részlete. De nulla kockázattal. És milyen kondíció van? Na most ez még egy érdekes dolog, ezt figyeljük meg. Megkérdezték, és mire gondolt, hogy mennyit fizetne a kamatot? Nem, bubor plusz 1%. Na ne hülyéskedjen, hát szó se lehet róla. Hát bubor, miért, mennyit arra akarja adni? Bubor plusz 3%. Ne vicceljen, hát akkor maradok a deviza hitelemnél. Szó sincs róla. Megalkottunk bubor plusz 1,5%-ba. Ez nagyon jó.
ugye nem kell, hogy mondjam, akik egy kicsit is értenek hozzá, bubor plusz 1,5% az ma egy bombázó hitelnek lehet mondani, különösen akkor, hogyha azt mondom, hogy az utcáról megyek be. Hát én kiszaladtam az utcára, és azt mondtam meg az környezetekhez, az emberekhez, emberek, ilyen hitelem van, tyú, váltsátok le a hitelt, ilyen hitelem van, ennél jobb nem kell, bubor plusz 1,5%-ért. Egy ember fogadta meg a tanácsomat, hozzá kell, hogy tegyem, hogy azóta megnősültem, és elvettem, és ő volt az egyetlen ember. Ő megértette a gondolatmenetemet, na ez, közösen tudtunk gondolkodni, ezt annyit teszek hozzá. Senki nem fogadta meg, és nem tudtam megmagyarázni, mert tudás hiányában, hiába mondom, hogy bubor plusz 1,5, hát nem az én anyukám, köszönöm szépen, mondd a szomszédnak. Tehát valahol tanulnunk kell. Ez a folyamat ma másképpen játszódik le, mint a korábbi volt. Mert annak idején karddal harcoltunk, most itt. Itt kell tudni, meg kell tanulni, föl kell készülni arra, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Na most, megy a következő. Tehát az, hogy az előzővel mit csinálunk, mindenki maga dönt. Én soha nem mondom azt, hogy ezt kell csinálni, vagy ezt nem kell csinálni. Én megmondom, hogy én mit csinálnék. Mint hogy annak idején lecseréltem forint hitelre, hát most meggondolnám megint, hogy lecserélném forint hitelre. Az más kérdés, hogy ezzel a kondícióval vagy nem. Jön a következő kérdés, ami nagyon fontos, vagy lehetőség, ez a peres út. Azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen sok olyan ok van a szerződésrendszerben, amelyik adott esetben perelhető. Azt azért el kell, hogy mondjam, nehogy azt higgyük, hogy ez olyan happy pair lesz, hogy én begyalogolok, és a bíró rám néz, nem baj, magának tudja mit, semmi is lesz a szerződése holnaptól kezdve, ilyen nincsen. Tehát biztos, hogy nagyon keményen meg kell küzdeni. De azt el kell, hogy mondjam, hogy számtalan ok van arra, hogy igenis az ember perelje a bankokat. Az egyik ok az a semmiség volt. Ez a semmiség pedig tipikusan azt mutatja, amit az előbb levezettem, hogy egy tudatos megtévesztés van mögötte. Napokban volt, azt hiszem kedden hirdettek ítéletet a legfelsőbb bíróságon, ahol a kamatot támadta meg Szegedi ügyészség, ez közkereset volt, tudjuk mi a közkereset, hogy a bizonyos tömeg nevébe, tehát az emberek nevébe történik ez a megtámadás. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha ez az ítélet kijön, minden egyes az ellen a particium szövetkezet ellen lévő ügyfélre vonatkozik, a többire nem. Viszont mégis meghatározó, a legfelsőbb bíróság ezt az ítéletet visszadobta első fokra újra tárgyalásra. Ezt a sajtó, ugye nem a mi kezünkben van a sajtó, ugye ezt nem kell, hogy mondjam, a sajtó ezt úgy adta el a tömegnek, hogy törvényes volt az egyoldalú kamatemelés, semmi probléma, itt a bankok törvényesen jártak el. Hát mindenkiben ez volt az első reflexió, mert kicsit sajnáltuk magunkat, meg csavartuk a zsebkendőnket valóban, hogy itt valami komoly probléma van, mindaddig, míg el nem kezdtem olvasni az ítéletet. És az ítéletnek a második felénél egyre jobban kihúztam magam, és azt mondtam, hát nem is olyan csúnya ez az élet, hát szép, hát benne van egy csomó dolog, ami nekünk rendkívül jó. Nézzük meg az ítéletben, milyen dolgok vannak benne. Az egyik az, hogy a kamatemelés csak abban az esetben jogos, hogyha a bank előre kikötötte, hogy milyen oklistával lehet emelni a kamatot, ez benne van a szerződésekben. Az oklistán belül milyen hatása van a kamatnak, tehát magyarul, hogyha én adott esetben azt mondom, hogy jegybanki alapkamat változás, az egy az egybe átmegy, vagy nem megy át. Vagy külpiaci helyzet változás, köszönöm, mi az a külpiaci helyzet? Ez forintosítani lehet? Meg lehet mondani, hogy a külpiaci helyzet nekem most 0,5%-ot emel? De tovább megyek. A CDS felár, hányszor hallottuk már ezt a kifejezést? Hol van egyetlen egy szerződés, amelyikben le van írva a CDS felár? A CDS felár, hogy eláruljam, az egy baromi egyszerű dolog, ez nem más, mint egy biztosítás. Ez körülbelül olyan, mint hogy az autóra kötök-e kaszkó biztosítást. Van, aki köt kaszkó biztosítást, és van, aki nem köt. De ezt, aki nem tudja, hogy mi a CDS felár, az azt mondja, fúha, tényleg az ország kockázat az nagyon-nagyon emelkedett. Hát most romlott, akkor most más lesz a helyzet, hát tényleg többbe kerül a kamat. Semmi köze. A bankoknak kívülről jött a pénz, az anyabankuktól,
és az anyabanktól jövő pénzre, hát senki nem fog CDS felárat vagy országkockázati szerződést kötni. Tovább megyek. Hogy kötne az országkockázatra adott esetben szerződést valaki, amikor 37 milliárd forint van itt? Arra egy fillér kockázati szerződést nem kötöttek, hiszen nem hozza be azt a pénzt, hogyha adott esetben neki itt kockázatos lenne a tőke. Akkor nekem ne próbálják elmagyarázni, hogy a CDS felár és az ország kockázat milyen nehéz. Nincs is benne a szerződésekben. Tehát magyarul nincsen arra alap, hogy ilyen címen emeljem egész egyszerűen a kamatszintet. Na most, hogyha még azt mondom, és ez is benne van a legfelsőbb bírósági ítéletben, hogyha azt mondom el végül, hogy nem csak azt kellene a szerződésben benne legyen, hogy most valamilyen mértékben emelkedik, hanem a mérték a részarányát, mértékét is közölni kellett volna. Nem akarom ragozni. Én szerintem biztosra veszem, hogy nagyon-nagyon kevés olyan banki hitelszerződés van, amelyiknek a kamat emelés vonatkozásában megvan a jogi alapja, megvan a jogi háttere. Ez csak a kamat. Az előbb elmondtam ugye a semmiséget, és ezen kívül számtalan, olvassuk végig a szerződést. Amelyik szerződésben nincsen THM, az abstart azt jelenti, hogy semmis. Nézzük meg, van benne a szerződésben THM? Például az OTP számos szerződésében nincsen benne. Csak ilyen egyszerű dolgokból lehet úgy kiugrani, hát köszönöm szépen, gondoljuk el, aki most itt a 180 forintos lehetőségnél tart, hogy néz ki neki az OTP esetében a visszafizetése. Bemegy, jó napot kívánok, az én szerződésem semmis, én vissza szeretném fizetni az eddigi pénzre, vagy a tartozásomat. Mit jelent az, hogy vissza szeretném fizetni? Baromi egyszerű lesz a megoldás. Hát fölvett 10 millió forint hitelt eddig, visszafizetett 4 milliót, most 6 milliót befizetek. Kamat? Nincsen. Hát semmi, a szerződés az eredeti állapot áll helyre. Ez, hogyha átmegyek a 180 forintos konstrukcióba, akkor a 6 millió helyett 12-t kell legalább befizetnem. Ilyen nagyságrendű különbségek vannak. Mert megéri végig gondolni. Na most még nézem, hogy van-e. A kerítéddel kapcsolatos gondolatokat azt hiszem elmondtam, tehát ennek azt hiszem nincsen. Ez a legfelsőbb bírósági ítélet, ezen végigmentem. Legvégül talán egyetlen egy példát szeretnék elmondani, és azt hiszem ez nagyon-nagyon fontos. Kezdtem egy lovas példával, és most egy újra lovas példával szeretném befejezni, már csak a Kassai úr miatt is, ha itt van. Az életemben egyszer előfordult, hogy a lovam megbetegedett, és megsérült pontosabban, és a sérülés miatt kezelni kellett. Sajnos az orvos elkövetett egy hibát, nem adott érzéstelenítőt a lónak. Én a két ló kötőfékét fogtam, és hát az lovak akkor is tudnak egymással beszélni, amikor mi ezt nem halljuk. Tehát nagy valószínűséggel elmondta, hogy egyik ló, hogy mennyire fáj a kötözés és az egész érzés. Hát ez valami borzasztó volt. A másik ló meg akarta menteni az én lovamat, és amikor egyszer csak lehajoltam, és elkergettem egy bögőt, a lehajlás pillanatát kihasználta a ló, fogta, térdel fejbe rugott, ott helyben elájultam, tehát csak fogtam ösztönösen a kötőféket, vonszolt még körülbelül 6 métert, majd amikor eleresztettem a kötőféket, rámugrott a ló és elkezdett megtaposni. Háromszor lépett először, taposott előről, majd amikor megfordultam, akkor hátulról még kétszer, 5 bordám törött. Tudjuk, hogy a sörítes puska esetében azért hal meg a madár fönn, mondjuk a vadkacsa, mert egymás után sok ütést kap. Na nálam ugyanez az effektus következett be, leállt a szívverés, leállt a légzés, és a következő percben kiszállt a lélek belőlem, és magamat láttam fölülről 45 fokos szögbe, amint víznek ki a karámból, és lóg a kezem, így lengedezik, és a maradék levegő jön ki a tüdőből. Később CT-n megnéztük, tényleg megállt az élet, tehát klinikai halál állapotában voltam, leraktak a földre, és amikor a földön ott voltam, ülő helyzetbe raktak, alányultak a hónom alá, és rántottak egy nagyot így rajtam. És beindult a légzés, és beindult a szívverés. Ettől az egy rántástól. És akkor elkezdtem gondolkodni, hát persze ez, mondom se, hogy fájt, azt se tudtam, hogy mit csináljak, stb. De rájöttem arra, ez valami figyelmeztetés nekem. Valami miatt kap az ember egy ilyen sokkot, egy ilyen halál közeli állapotot, mert vissza tudtam jönni. Hát, hogyha vissza tudtam jönni, akkor valamire ez figyelmeztetés volt. Ez a figyelmeztetés pedig valamitől megóvott. Ma már tudom, hogy mitől óvott meg, hogy valóban megöljenek. Attól óvott meg. Egy olyan helyzetben voltam, ahol nem gondoltam volna, de előfordulhatott volna. De itt
nem kellett ebbe a helyzetbe többet visszamennem. Egy hét múlva az autóba ültem, nem én vezettem, de már autóba ültem, és tudtam dolgozni, és ma is lovon ülök. Tehát azóta is hetente kétszer megyek lovagolni. Ez csak egyetlen egy miatt mondtam el ezt a példát, amit nagyon szépen kérek, hogy mindenki így is rakja el magába. Kérem szépen, amikor már halálban járunk, akkor is van visszaút. Akkor is van jövő, akkor is van lehetőség, akkor is előre tudunk menni. Mi ezt a devizahitelt azért kaptuk a nyakunkba, hogy végre mi magyarok térjünk észhez, figyeljünk arra, hogy ácsi, itt most nehéz helyzetben van az ország, nehéz helyzetben vagyunk mi magunk, tessék talpra állni, és tessék igenis kimászni belőle, úgy, ahogy ez ma itt egész nap elhangzott. Én ezzel azt hiszem, az utolsó gondolattal megköszönném, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.